A hosszú élettitka, fogyaszt kevesebb vörös húst, kerüld a dohányzást, és lehetőleg ne tedd a fejedet egy részecske gyorsítóba. Bár ez utóbbi eddig mindössze egyetlen egy ember próbálta ki, és ő például pont túlélte. Hogy hogyan? Azt mindjárt elmesélem. Én Zabolai Margó vagyok, és ez a Lesz egy sztori, amiben elmondok neked egy történetet, hogy neked is legyen mit elmondanod másoknak. Anatolij Petrovics Bugorszki orosz tudós 1978-ban 36 éves volt, és a Protvinói Nagy Energiájú Fizikai Intézet részecske gyorsítójában dolgozott. Ez ekkoriban a világ legnagyobb energiájú proton sugarát tudta produkálni, és jelenleg is a legnagyobb orosz részecske gyorsító. A doktori disszertációját készítő Bugorszki július 13-án egy meghibásodott alkatrészt akart kicserélni a részecske gyorsítóban, amint utólag kiderült, annak a biztonsági berendezés is meghibásodott. Amikor a kutató a részecske gyorsító fölé hajolt, abban a tudatban, hogy az ki van kapcsolva, a feje a fénysebességgel száguldó protonok útjába került. Bugorszki nem érzett fájdalmat, de azt mondta, olyan volt, mintha hirtelen 1000 nap fénye gyulladt volna fel a szeme előtt, és természetesen rögtön tudta, hogy pontosan mi történt vele. Hogy a sok hatására, vagy pedig azért, mert Bugorszki tartott tőle, hogy az atomkutatásokról nem szívesen csacsogó Oroszország hogyan kezelni az esetet, azt nem tudom, minden esetre először úgy döntött, hogy nem szól a balesetről senkinek, és egész egyszerűen csak folytatta a munkanapját. Az ügyet persze nem lehetett túl sokáig eltitkolni, már csak azért sem, mert a kutatónak hamarosan felismerhetetlenné dagadt az arca, úgyhogy Bugorszkit ezután egy moszkvai kórházba szállították megfigyelésre, és szintén szólva azért, hogy meghalljon. Elvégre átment egy protonnyalába fején. Balesetkor Bugorszki fejét körülbelül 2000 szívert sugárterhelés érte, ami jóval meghaladja a halálos adagot, de itt azért egy picit meg kell állnunk, hogy megértsük pontosan, miről is van szó. A szívert az ekvivalens sugárzás SI származtatott egysége, amely az ionizált sugárzás mennyiségét annak biológiai hatása alapján értékeli. Sugárdózist egyébként mindannyian minden nap kapunk a leghétköznapi tevékenységek közben is, és ez valójában egyáltalán nem olyan veszélyes, mint amilyennek az laikusként hangozhat. Egy banán elfogyasztása például 0,1 mikroszívert sugárzást jelent, és fél mikroszívert sugárzásnak tesszük ki magunkat akkor is, amikor például 8 órán át alszunk egy másik ember mellett. Bár szerintem sokan aludtunk már olyanok mellett, akik ennél jóval toxikusabbak. Egy fogászati röntgen körülbelül 5 mikroszíverttel terheli meg a szervezetünket, a csernobili atomkatasztrófa után a 4-es reaktor mellett pedig körülbelül 300 szívert per óra terhelést mértek. 2000 szívert mellett tehát nem meglepő, hogy Bugorszkinak nem túl sok esélyt adtak, ám a férfi meglepő módon túlélte a balesetet. Az incidens után néhány nappal a kutató feldagadt arcáról lehámlott a bőr. Arcának bal fele teljesen lebénult, és ezen az oldalon a fülére is megsüketült, azonban hamarosan olyan jól volt, hogy visszatérhetett a munkájához. Bugorszki mentális képességei egyáltalán nem sérültek, bár a baleset után gyakrabban panaszkodott fáradékonyságra, és ritkán, de epilepsziaszerű rohamai is voltak. Ennek ellenére a kutató be tudta fejezni a doktori disszertációját, és egészen nyugdíjba vonulásáig fizikusként dolgozott. Hogyan? Oké, bevallom, nagyon szerettem volna megérteni, hogy ez az egész mégis hogyan volt lehetséges, de amikor már könnyékig voltam a képletekben, meg a radioaktív sugárzásról szóló Wikipedia cikkekben, akkor be kellett látnom, hogy ide az én bölcsész diplomám kevés lesz. Úgyhogy doppergést kérek! Ez az első videó, amiben bevontam egy szakértőt. Jó, oké, felhívtam egy volt osztálytársamat. De egy olyan osztálytársamat, akiből fizikus lett, és ráadásul a debreceni klinikán dolgozik, és protonterápiával foglalkozik. A Wikipédia szerint az orvostudományban a protonterápia vagy protonsugárterápia a részecsketerápia egyik típusa, amely protonnyalábot használ a beteg szövetek besugárzására, leggyakrabban a rák kezelésére. Protonterápia legfőbb előnye a külső sugárterápia más fajtáival szemben az, hogy a protonok dózisa szűk mélységben kerül leadásra, így minimális a belépő, kilépő vagy szórt sugárzási dózis a közeli egységes szövetekre. Vagyis, ami Bugorszkival történt, az ma már tulajdonképpen terápiás célral is teszik emberekkel, jó, nyilván nem úgy, hogy begyomják a fejüket egy részecske gyorsítóba. Ezzel is természetesen szabályozott körülményekkel, sokkal kisebb dózisban és sokkal precízebben történik. Viszont fizikus szakértőm szerint a kulcs az, hogy a 2000 szívert sugárzást is a megszokott szívert per óra alapon kell értelmezni. Vagyis Bugorszki valójában akkor kapott volna ekkora sugárzást, ha egy órán keresztül benne tartja a fejét a részecske gyorsítóban, amit nyilván nem tett meg. A másik szintén nagyon fontos szempont, hogy míg például a csernobili atomreaktor mellett állva a 300 szívert per óra sugárzás az egész testünket éri, Bugorszkit a sugárzás nagyon rövid ideig és egy relatíve kicsi területen érte. Mivel a Szovjetunió atomenergiával kapcsolatos kísérletei szigorúan titkosak voltak, Bugorszki egy évtizeden keresztül nem beszélhetett nyilvánosan a balesetéről.
A kutató 1996-ban sikertelenül kérelmezte rokkantsági státuszát abban a reményben, hogy ingyen kaphatná az epilepszia gyógyszereit, és bár egy ponton volt róla szó, hogy nyugatra utazik, hogy az ottani orvosok is megvizsgálhassák, ezt sajnos soha nem engedhette meg magának. Gondolom anyagi okokból. De persze Oroszországban van szó. Nem tudom. De még mielőtt azt hinnénk, hogy csak az oroszok sumákolnak az atomkísérletekkel, 1945-ben a Manhattan terv részeként egy 50-es éveiben járó szobafestőnek, Albert Stevensnek plutónium injekciót adtak be az orvosai, hogy azt vizsgálják, hogyan bontja le a szervezete a halálos mérget. Stevens ebbe hogyan egyeztetett bele? Nyilván sehogy. Egészen egyszerűen csak nem kérték ki a véleményét. Mivel végstádiumú gyomorrákban szenvedett, tökéletes alanya volt a CIA titkos és természetesen teljesen etikátlan kísérletének. Noha a sugárzással kapcsolatos ismereteink alapján Stevensnek 10 percen belül meg kellett volna halnia, a férfi meglepő módon még 29 évig élt, és végül szívrohamban halt meg. Mert hogy gyomorrákja soha nem volt. Csak egy nagyon csúnya gyomorfekét diagnosztizáltak félre nála. Ups. A sugárzással kapcsolatban hozható egészségügyi panasz a Stevensnek soha nem volt. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, oszd meg, kommenteld, iratkozz fel, de még ennél is jobban örülök annak, ha csak elmeséled valakinek Antolin Bugorszki történetét. Én Zabolai Margó vagyok, és ezzel lesz egy sztorid, jövő héten találkozunk.